hogy a 90-es években volt egy kulturális történeti kutatásod, aminek az eredménye gyakorlatilag egy ilyen játszható könyv lett. Erről mesélj egy kicsit, hogyan kapcsolódik ez egyáltalán a társasjátékokhoz. A könyv a társasjátékokról szól. Igazság szerint annak a könyvnek a célja az volt, hogy összegyűjtsem a világ szerintem értékes és eléggé különböző, tehát hogy jól differenciálható ősi táblásjátékait. És ráadásul ezt meg tudja mutatni valami olyan formában a könyv lapjain, ami egyrészt valamiféle ilyen rekonstrukcióként, tehát elég időzőjelben lehet ezt mondani, is működjön, valamint ezt játszhatóvá is tegyen valóban. Ez egy nagy alakú ilyen, hát nagyjából ilyen társasjáték doboz méretű könyv, és minden egyes lapja az tulajdonképpen egy kartonlap, és ezen lehet játszani, hát tulajdonképpen a könyvhöz mellékelt kis tokenekkel is lehet játszani, de nem az a legszerencsésebb, én arra biztatom az olvasót annak a könyvnek az első lapjain, hogy gyűjtsön össze mindenféle kavicsot, gombot és izét, amivel lehet játszani. Ezek általában, illetve mindig, ezek kétszemélyes stratégiai, abszolút stratégiai játékok, és az ősiségükben azért van, hogy mondjam, egy kis megengedőség, vagy hogy mondjam, mert hogy van a könyvben jó néhány, ami ilyen 4-5 ezer éves játék, de mondjuk a legfiatalabb is 100 éves, de azért nem mondható ősinek. Tehát mondjuk a múlt századfordulón volt divatos. Én hosszú éveken keresztül foglalkoztam ezekkel a játékokkal, és tulajdonképpen két kötetnyi anyagot gyűjtöttem össze, és az első kötet jelent meg annak idején az Alexandra kiadónál, de mivel a kiadó tönkrement akkor, megszakadt ez a fonal. Tehát a második kötet tulajdonképpen a fiókon van hever. A gyűjteményed, illetve a saját kutatásod után ugye egy saját portfóliót építettél ki. Egyáltalán hogyan kezdesz neki egy játéknak a fejlesztésének? Hogyan lesz az ötletből, hogyan jut el az ötletből maga a játék? Nagyon más, hogy működnek az absztrakt stratégiai játékok, amik ennek a könyvnek is ugye a tárgyai, illetve a mai modern eurójátékok, általában a mai modern játékok. Egyszerűen a stilizáció módja is más, illetve az, hogy hány mechanizmus összetett együttműködése hajtja az egyiket és a másikat. Egy viszonylag átlátható, kevés szabállyal rendelkező játéktípus az absztrakt stratégiai játék, mint például a sakk, mint ennek a királyokja vagy királynője ennek a műfajnak. Ugye ott sem az adja az összetettséget, vagy a nehézséget, hogy így mondjam, hogy rengeteg szabálya van, hanem úgy mondjuk, hogy mélységet ad inkább neki a sok döntéshelyzet azzal a kevés szabállyal. Ezzel szemben, persze megengedve azt is, hogy az újakban is vannak ilyen mélységek, vagy közel ilyen mélységek, a modern társadalmak nem ezzel operálnak, hanem sokkal inkább, hogy mondjam, színesek, szagosak, szépek, és egyben tematikusak is, tematikusabbak, mint ezek a különböző helyzeteket ugyan megidéző, de igazán, hát hogy mondjam, túl sokat bíznak a képzeletre ezek az absztrakt játékok, míg ezzel szemben itt egy egész pontos világot határoznak meg a mai modern játékok, és ebben könnyebb elmerülni, ezáltal populárisabb. És azt gondolom, hogy ez fölér azzal a világépítéssel már, ami engem izgat. Tehát például absztrakt stratégiai játékot sosem fejlesztettem. Ez a modern társasjáték viszont érdekel, mert engem mindig ez a fajta világteremtés érdekelt. Ha már említetted, hogy színes, szagos, ugye a látványvilág is nagyon fontos ma már a társasjátékoknál, és ugye te magad nem csak forgatókönyv tervek, hanem magában a látványvilágban is nagyon belebújsz. Hogyan kezdesz neki, mondjuk megjelenik ötletként egy látványvilág, vagy közben alakul ki? Azt tudom elmondani, ahogy én csinálom, és ez nem feltétlenül úgy van, ahogy általában csinálják a társasjáték készítők. Ez azért fontos elmondani, mert még viszonylag egy ilyen új szakma ez, hogy társasjáték készítő, és nincsenek ilyen komilfók. Ez az én módszerem, és valószínűleg abból fakad ez a módszerem, hogy én tulajdonképpen, mondhatni azt is, hogy talán egyedülálló módon, de én ugye a művészvilágból érkezem. Nekem egészen más trigger impulzusaim, vagy hogy mondjam, vannak egy ilyen társasjáték készítésnél valószínűsíthetően, mint egy matematikusnak, egy informatikusnak, akik egyébként a társasjáték készítők zömét alkotják. Az én esetemben szó szerint arról van szó, hogy el akarok valamit mesélni.
El akarok egy nagyon egyszerű történetet, vagy inkább történet, a történet mesélése nem annyira alkalmas a társasjáték, de inkább egy helyzetet akarok elmesélni, a helyzetbe való belehelyezkedést akarom megosztani a játékosokkal, és önmagam próbájaként is ezt így megélni, és akkor ehhez keresek tulajdonképpen ezen műfajon belül ilyen mechanikai megoldásokat. Tehát azt gondolom ki, legtöbb esetben nem mechanikai indítatásból startol egy játék, hanem egy tematikai helyzetből, vagy a kettő valahogy együtt megszületik. Azt mondom el mondjuk a nomád esetén, hogy mi történik akkor, hogyha van egy tábor, aki elhatározza, hogy vándorolni fog mondjuk a távoli vidékekre, van egy hír arról, hogy valahol nagyon messze van egy mező, ahol az örökké zöld, és nem tudom, micsoda, és elindulnak-e. És akkor ennek a tábornak ugye természetesen van egy sámánya, aki megpróbálja az isteneket arra kérni, hogy segítse a felfedezőket, meg a tábort, hogy tovább menjenek. És az milyen izgalmas, hogy előre küldenek egy vadászt, aki egyben felfedező is, és az egésznek van egy hangulata. Tulajdonképpen ezt egyszerre te is végig tud játszani, meg ő is, meg én is, és a végén egyszer csak valamelyikünk majd ügyesebb lesz. De ebben a helyzetben mindannyian megéljük ezt a történetet, tulajdonképpen mi alakítjuk ki ezt a történetet. És ehhez keresek mechanikai fordulatokat. Valahogy így indul. Ha már a nomádot említetted, úgy tudom, hogy ennek a társasjátéknak volt egy ilyen online verziója is, illetve talán mondható, hogy a COVID alatt, COVID termékeként, nem tudom, hogy lehet-e nevezni. Igen, hát ez az első és egyben eddig utolsó játék, amit kénytelen voltam online verzióban is megcsinálni, és ez tényleg a COVID-nak köszönhető, mert hogy a COVID alatt azért valószínűleg sokan így voltak vele az alkotók közül, hát inkább csak megtátosodtunk azáltal, hogy befelé kellett jobban figyelni, de ez a társasjátékoknál egy fontos fázis viszont kivett a képből, már pedig a teszteléseket. Egy ilyen társasjátéknak azért hát egy ilyen 100-150 teszten át kell esnie, mielőtt egyáltalán tárgyalhatunk arról, hogy ez egy megjelenés képes, kész játék. Hát a COVID alatt 150 összejövetelt nem tudtam szervezni meghatározott idő alatt, ami nagyjából azért egy ilyen fél-egy év, amíg egy ilyen játék kiforja magát. És ezért kénytelen voltam a tabletopiát segítségül hívni, és ott egy kicsit egyszerűsített változatban, de megcsináltam az online változatot, sőt az online változatnak is több fázison keresztül kellett mennie, ahogy fejlődött a játék, de így egyrészt sikerült összehozni a tesztmennyiséget, másrészt pedig tulajdonképpen ennek köszönhetem azt is, hogy a játék megjelent, mert a piatiknak az igazgatójával sikerült játszani egy kétszemélyes játékot, és ennek alapján döntötte, hogy már pedig őket ez érdekli. Ha már említetted a tesztelést, egyáltalán hogyan működik, hogy megjelenik a prototípus, és ezt kik próbálják ki, kikre számítotok? Tulajdonképpen mondhatni, négy fázis van ebben a fejlesztési részben. Amikor az ötlet megszületik, akkor hosszú ideig tulajdonképpen én az én feleségemmel játszom a legtöbbet. Nagyjából egyformán játszunk, mármint hogy hasonló játékosok vagyunk, ismerjük a saját gyűjteményünket, ami egy elég nagy gyűjtemény, és gyakorlatilag együtt tudunk gondolkodni a kezdetektől ebben a dologban. Odáig is eljutunk sokszor, hogy a négy személyes játékot is úgy teszteljük, hogy mondjuk én vagyok a piros sárgával, ő a kék zölddel, és akkor így sokáig tudunk haladni előre. Tehát ez az első fázis, amikor tulajdonképpen még titkoljuk, hogy nekünk gyermekünk lesz. És aztán a következő fázis az, amikor a legszűkebb baráti körünk jön tesztelni, tulajdonképpen az első véleményeket gyűjtjük be ezzel, illetve ha hajlandók, már pedig azért hajlandók, mert rendes fiúk és lányok, ezért többször a fejlődési stádiumokat is megélik ezzel. Szép lassan tulajdonképpen ezzel nem ők segítik közvetlenül a játékot a fejlődéshez, hanem az ebből begyűjtött információk segítenek minket vagy engem ahhoz, hogy javítsunk a játékon. Mikor ennek a fázisnak vége van, tehát úgy érezzük, hogy nem tudunk már hozzátenni ebből az indítatásból mást, akkor én föl szoktam kérni, és ezt minden játékomnál megteszem, egy hivatásos tesztercsapatot, akik matematikusokból, informatikusokból, ragyogó társasjátékos koponyákból állnak össze, és megpróbálják tönkretenni a játékot. Tehát megnézik a szélsőségeit, megpróbálják, ők úgy szokták hogy eltörni a játékot, ami valamilyen anglicizmus szerintem. Lényeg az, hogy ez a stádium még az utolsó 10-15%-ot is hozzáteszi. Úgy mondom az utolsó 10-15%-ot, hogy egyébként az a 80-90 az viszonylag gyorsan
az bizony gyorsan el tudjuk érni. Már általuk ez a 10-15% az már nagyon nehezen, nagyon sok munkával kerül hozzá, és a végén még mindig marad 1-2%, és akkor jönnek a úgynevezett hideg tesztek, a nyilvános tesztek, amikor tulajdonképpen ismeretlen emberek elé adom a játékot. Ekkor már a finom hangulás történik, és ekkor már végképp, nagyon rossz szó az így, de hogy végképp nem érdekel a vélemény a játékosoknak, ugyanis akkor már ezt a véleményt ezt tulajdonképpen kinyilvánítják, amikor játszanak. És nekem azt kell figyelni, hogy hogyan játszanak. Igazság szerint látszik, hogy mi tetszik nekik, látszik, hogyha elnyúlik, látszik, hogyha ha valami megakadályozza őket, vagy megnehezíti a munkájukat, vagy a játékukat. Szóval maga a játék már azt a bizonyos finom hangulást hozzá tudja tenni, de akkor is tulajdonképpen sosem a teszterek végzik a javítást, hanem ez a visszahatás okozza a fejlesztő vagy a készítőben mindazt, hogy hol tud javítani a játékot. Szóval ezenek a fázisokon megy át, és ez tulajdonképpen mind tesztfázis. Elsőjén nagy avazás volt. És egy romantikus sétára hívtam Vikit az első kertbe, és gyakorlatilag az eljegyzésünk, hogy fel nem, vagy hívják ezt, leánykérésünk, hogy mi történt a pavilon. Gyakorlatilag mi azóta vagyunk hivatalosan együtt, mióta 2010. január 1-én. Nem, az 2009. január 1-én. Igen. 2009. január 1-én. Igen. 2009. január 1-én. Igen. Nagyon sok. Korábban említetted a befelé figyelést, ez mennyire fontos egyáltalán a játéknak a létrehozásában, illetve hogyan látod később akár a játékosoknál, leülnek közösen, csoportosan, mennyire szükséges egyfajta befelé figyelés? A társasjátékok mindenképpen megkövetelik azt, hogy egy kicsit magunk legyünk. De alapvetően azért akkora a kör, mint amekkora az asztal. Tehát egymással is kell, hogy figyeljünk. Azt én nem vagyok a híve azoknak a játékoknak, amelyek annyira szolitár módon működnek, hogy gyakorlatilag csak lefele fordulunk. A nomád például egy izgalmas ilyen szempontból is, mert van olyan fázis benne, amikor csak a saját táblád felé fordulsz, és egy rejtvényt oldasz meg tulajdonképpen a begyűjtött anyagokkal. Igen ám, de előtte viszont egy igen magas interakcióval bíró két fázison vagy túl, amikor meg nagyon is fontos, hogy a többiek mit csinálnak, tehát azt már jó érzés, hogy ezt a maszek megoldást, ezt szimultán tudod a többiekkel csinálni, tehát nem kell várni egymásra, ezáltal a holtidőt is tudod csökkenteni. Ezzel szemben szintén kompetitív játék a Monopolis, amit hoztam még magammal erre a kis turnira, és ez viszont egy tipikusan olyan játék, egy városépítő játék akar lenni, amit mindenki általában maga előtt szokott csinálni. Ezzel szemben a Monopolis egy közös várost épített a játékosokkal, ezáltal maga az építkezésnek ez a termelés, ez a növekedés érzés, ami megvan ugyanúgy benne, mint az összes többi ilyen építkezős játékban, de egy közösségi élmény lesz. Sőt, olyan mechanikák is vannak benne, amelyek kifejezetten pozitív interakcióként egymás mellé helyezett lapunk, például a tiéd meg az enyém, az mind a kettőnknek a épületének az értékét növeli. Tehát ez kifejezetten az interakciót növeli, tehát hogy ez nem engedi, hogy egy építős játék beforduljon és befele kelljen nézni. De mostanában divat például az egyszemélyes játékok is divatnak számítanak, ott nyilvánvalóan egy másfajta élményre számíthatsz. A közösségi élményt és az interakciót említetted manapság, így a mai fiatalok talán egyre kevesebb ilyen közösségi élményben van részük, illetve a mai felgyorsult világban egyre rövidül a gyakorlatilag, hogy mire tudnak figyelni. Hogyan látod mondjuk a társasjátékok, kifejezetten a te társasjátékaid, mennyire segítik a gyerekeket, vagy akár az idősebbeket a közösségépítésben? A közösségépítés a társasjátékoknál ott kerül elő, hogy egyáltalán van-e asztaltársaságom. Ha létrejön egy asztaltársaság, akik szeretnek bizonyos típusú játékokkal játszani, válaszol ezt meg az asztaltársaság, akkor tulajdonképpen ezzel valami létrejött egy mag. Ez bőven elég ahhoz, hogy ez később ez termőre forduljon. Ez azt jelenti, hogy másokkal is beszélgetünk arról, hogy jót játszottunk. Egyébként a hétvégén bemutattam a családomnak is, amivel játszottunk. Szóval ez egy jófajta terjedése ennek az elvnek. Igen. Ki kell mozdulni mindenképpen ebből a rettenetes
ilyen kütyűfókuszú világból, ez nyilvánvalóan nem vezet sem erre. Bár egyébként azt is mondanám, hogy a közösségből nem feltétlenül jöttek ki a mai fiatalok, hanem egy másfajta definíció szerint működik számukra a közösség. Mint ahogy egyébként közösségnek számít, az is mondjuk, hogy egy ilyen multiplayer játékkal játszanak egymással, tulajdonképpen az is azt az érzést kelti bennük, hogy együtt voltam a haverokkal. Nyilvánvalóan nem az a fajta együttlét, mint amikor együtt bolyongunk a városban, és az sem, hogyha együtt játszunk egy játékkal. És egyébként ez a második tulajdonképpen a kapuja annak, hogy legyen az első, tehát legyen az is, hogy bolyongjunk a városban, az kell, hogy legyen egy társaságom. És a társaságom valószínűleg akkor alakul, hogyha vannak közös céljaink, közös ügyeink, és egy társaság tökéletesen megadja ezeket a közös dolgokat. A digitális térből egyébként nehéz kimozdítani a fiatalokat? Hogyan látod akár így a társasjátékok felé könnyű mondjuk én időnek társasjátékokat bemutatni? Azért nehéz a dolga mindennek, ami nem a digitális térben van, és nem játék, vagy nem játékosított dolog, de kifejezetten abból az irányból jön, mert az egy rettenetesen jutalmazó valami. A társasjáték nem tud jutalmazni minden apró cseprő dolgot. A társadék a teljesítményt jutalmazza. Tehát magyarul, hogyha a legegyszerűbb játéknál is neked jól kell kalkulálnod, nem a legegyszerűbben nyilván jól dobsz a kockával, de azért ezzel lépjünk túl. Tehát, hogyha a társasjátékban valamit ügyesen teszel, akkor neked valamilyen módon csilingel. A játékoknál már megoldották azt, hogy majd a számítógépes játékoknál, hogy ezek a csilingelések gyakorlatilag szinte akkor is megtörténnek, ha hozzányúltál valamihez. Tehát azt a fajta jutalmazást nem csak, hogy a társasjáték nem tudjon nyújtani, az élet nem nyújtja. Ezért van többek között, vagy szerintem főként ezért van az, hogy sokkal inkább eredményesebbnek érzik magukat az emberek akkor, hogyha egy ilyen közegben nyilvánulnak meg, ahol folyamatos jutalmazás, folyamatos elismerést kapnak, miközben mindenhol máshol nem. Mint mondtam, a társadalmi tulajdonképpen egyfajta átmenetet képezhet ebben. Ott teljesítményre sarkol, a problémák átlátására és megoldására vesz rá téged, de csak akkor ad jutalmat, ha tényleg megcsináltad. Belekapaszkodnék ebbe a gondolatba, hogy jól dob valaki a kockával. Számodra mi a fontosabb egy társasjátékban, a stratégia vagy a szerencse? Ó, ez ennél egy bonyolultabb kérdés. Egyrészt vannak társasjátékos kategóriák. A gyerekjátékokon túl a felnőtt játékoknak van egy, mi úgy szoktuk, ez így maradt, de így hívja a piac, hogy 8+, 10+, 12+, 14+. Ez elvileg azt hivatott jelölni, hogy hány éves kortól ajánlott. Gyakorlatilag ez egy hülyeség. Mert hogy egyébként 8 éves gyerekek nem játszanak 8+-os játékot, pláne nem úgy, hogy csupa gyerek ül le. A 8+-os játék az a bevezető kategória, a 10+-os játék az a családi haladó kategória. A 12 az, aki már a gamer felé tart, tehát már hajlandó több időt és több energiát belefektetni a játékba. A 14+-os játék meg gyakorlatilag az, aki aztán ebben tényleg föl tud oldódni. Ez azért fontos, mert játékkészítőként nekem igenis így kell bánni ennek megfelelően a szerencsefaktorral is. Amíg a 8+-os játékban nekem elő kell idéznem azt, hogy a szülőnek ugyanannyi esélye legyen nyerni, mint a 8 éves gyereknek, ahhoz nekem használnom kell a randomizátort, tehát a véletlenszerűséget. És ezt ahogy hagyjuk el ezt a kategóriát, annál inkább azt kell viszont produkálnom, hogy aki ügyesebb, az nyerjem. De csak fokozatosan. A 14+-nál már csak akkor kell a szerencse a játékba, hogyha valami jó fűszert, valami ízt akarsz még hozzátenni, amire azt gondolod, hogy de az sem mindegy, hogy hogyan. Nagyon egyszerű példát szoktam erre mondani, nem csak én, hogy ez egy jellemző példa, hogy az egyik verzió az, amikor abszolút determinál a szerencse, hogyha elhatározol egy cselekedetet, egy akciót a táblán, azt te megléped, majd azt mondod, hogy dobsz rá a kockával, hogy sikerül-e. Ez a totál szerencse függő dolog, a döntésed tulajdonképpen megvolt, de a döntésed után jön a szerencse. A másik esetben, amit az eurogémek használnak sokkal inkább, dobsz 3 kockával, kijön egy eredmény, és azt mondod, hogy na most ezzel mit tudsz kezdeni? Ez egészen más.
Ez gyakorlatilag egy taktikai helyzet, mert hogy azt mondod, hogy most ezekkel az eredményekkel kell valamit. Ebben az esetben a kocka ugyan a szerencsének a megtestesítője, de igazán nem determinál. Nehezebb játékok is attól nehezebbek, hogy sok szabály van bennük. Nem a mélységről beszélek, nem a nehézségről. De ha egy játék egyszer csak nehéz, az gyakorlatilag azon múlik, hogy ki nyer, hogy ki emlékszik a szabályokra. Ez így butaságban. Abban esetben viszont, ha tudom, hogy ez azért nehéz, azért van benne sok szabály, mert sok lehetőségem van, de azt az első pillanattól kezdve tudom, hogy mik azok a lehetőségek, akkor már szívesen bennük egy nehéz játékban, hiszen sok ötletem van már csak a téma kapcsán is, hogy miket lehetne csinálni. A beszélgetés elején említetted a gyűjteményedet, hogy ez azért igen nagy. Na de mennyire nagy? Azt hiszem 560 vagy hány játék van otthon. És ez hát talán egy picikét mostanában jól laktunk, de azért nő folyamatosan. Tehát lehet, hogyha jövőre beszélgetünk, akkor mondjuk egy 60 darabbal több van, megjósoltam. És mennyire használjátok, mennyire van időd a tényleges játékra? Ennyi játékkal sokat játszani nem lehet. Ez azt jelenti, hogy nálunk egy jó játék az egy olyan 4-5-ször kerül az asztalra. Az már emlékezetes. De sok játék egyébként megéri azt a 2-3 alkalmat is. Nyilván azok maradnak egyébként is meg. Vagy eleve azok kerülnek be, nem sokat adok el, tehát nagyon kevés olyan játék van, amit annyira nem szeretek, hogy meg is válok tőle. Inkább azt mondom, hogy ez érdekes volt, köszönjük szépen, majd egyszer talán előkerül. De erről két dolgot hogy mondjak. Egyrészt azt, hogy alapvetően ez egy ilyen gurmi hozzáállás. Tehát én meg akarok kóstolni csomó mindent, és nekem azért kell többek között, mert hogy tudjak én magam is inspirálódni, tudjak, ezért tájékozott legyek gyakorlatilag, ez amit sok könyvet olvasni, vagy sok filmet nézni, hogyha valaki, nem tudom, filmesztéta vagy könyvkritikus. Ebben az esetben ez történik, a másik pedig az, hogy ezt a gyűjteményt igazán, egy könyvtárban vagyunk, az is indukálta, hogy én tulajdonképpen egy könyvtárat akartam ebből felépíteni, és építettem is föl. Ez azért fontos, mert hogy mi 2012-ben a feleségemmel elindítottunk egy ilyen belső társasjáték klubot tulajdonképpen, táblajáték szalon néven működik ez már 2012 óta, és a Covid miatt egy kicsit megtépázódott ez a dolog, de egyébként minden 2 hétben összegyűlünk, és 3 asztalnál szokott működni ez a dolog. És én elég korán, amikor a gyűjtemény már viszonylag ezt megengedte, akkor el tudtam azt határozni, hogy tematikus estéket tartunk. És ha belegondolsz, ha egyszer kitalálok egy olyan tematikát, mondjuk, hogy kalandok a víz alatt, akkor legalább 3 asztalra nekem víz alatti játékot kell tenni. Márpedig az tényleg butaság volna, hogy mind a 3 ugyanaz. Tehát magyarul a tematika miatt is kerestem ezeket a játékokat, de abból csak azokat válogattam le, ami egyébként a másik szempontnak megfelelt. Egy nagyon triviális kérdés következik. Van kedvenc társasjátékod? Nincs. Tehát kedvenc társasjátékom nincs. Ez tényleg olyan, mint ha már egyszer a gurmé példánál vagyunk, ez olyan, kedvenc ételem sincsen. Meg hát attól függ, mikor. Tehát vannak pici játékok, nagy játékok, nagy egész estés játékok, szóval még ha szeretem is a sztéket, biztos nem mennék minden nap. Tehát ez butaság volna. Tehát ilyen nincsen. Vezettem egyébként a Board Game Geek-en, az ugye ez egy online ilyen felület, ahol lehet regisztrálni mindenféléket, és akkor azt nem, hogy mennyivel mit játszottam, de azt igen, hogy hány játékom van, azt nagyjából lehet követni. Illetve az, hogy hogyan értékelem a játékokat, és hát van körülbelül ebből az 560-ból szerintem van egy tucatnyi, ami 10 pontos. Tehát van kedvenc játékom, de mondjuk 12. Azt mondja meg, tőlem akar valamit, Natán, vagy eltévedt? Ön Jámbor Zsigmond úr? Hát, elég régen szólítottak már ezen a néven. És ha már Egerbe vagyunk, muszáj rá kérdeznem, hogy a Jumurdzsák gyűrűjével kapcsolatban milyen visszajelzéseket kaptál, mondjuk legutóbb? A Jumurdzsák gyűrű nekem egy nagy libling, ez egyértelműen nagyon szeretem azt a projektet. Sok szempontból
kiemelkedő az én munkásságom során. Elég nagy vállalást is teljesített annak idején. És az igazság az, hogy nagyon örülök annak, hogy nemzetközi szinten a különlegesség, az egyedisége miatt elsősorban, illetve néhány egyéb oknál fogva is, kifejezetten, hogy mondjam, jó kritikákat kapott annak idején, és most is nagyon magas helyeken emlegetik. Mondom, elsősorban ez annak köszönhető, hogy ebből a bizonyos full motion videót, ez az FMV kalandjátékokból kevés készült eleve, kevés ilyen veretes mű van, és az is kedvezett tulajdonképpen az elmúlt időszakban ennek a játéknak, meg a pár hasonlónak természetesen, hogy hitővel butultak a játékok. És akik ma szeretnének egy akár csak néhány bevezető mai játék után valami nagyot, valami vereteset, valami izgalmasat játszani, azok egy idő után rátalálnak ezekre a nagyobb falatokra. És akkor megöröködjönnek, hogy ilyen van. És az az izgalmas még benne, hogy annak idején ezt, ugye városmarketing céllal készítettük ezt a játékot, és akkor ebben hittünk is, meg nem is. Mert hogy nem a legpopulárisabb dolog egy számítógépes játékon keresztül turistákat csalogatni egy városba. Ellenben én azt gondolom, hogy igen, a játékos társadalomban érde, tehát úgy is, hogy ez mondjuk a teljes Egyesült Államok területén, vagy Ausztráliában föltette a térképre Egert. Sokaknak olyan úgy tette fel a térképre Egert, hogy nem tette fel Budapestet. Tehát nagyon izgalmas, hogy én magam kaptam leveleket is, kaptam visszajelzéseket azzal úgy is, hogy úgy, mint ahogy Jonathan Hunt igazán nem állt meg Budapesten az illető, hanem végre eljött megnézni a Jumurdzsák gyűrűje helyszínét, és közvetlenül gyakorlatilag másnap elindult Egerbe. Szóval, ha ez nem is nagy számú ez a minta, de tulajdonképpen valami olyasmit értünk el, amit hát csak nagyon, hogy mondjam, halovány reményekkel képzeltünk. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy butulnak a játékok. Ennek mi lehet az oka? Amikor a számítógép egyáltalán az emberek kezébe kerülhetett, akkor még egy szűk elit férhetett hozzá. Ez a szűk elit, ez alapvetően egy intellektuál réteg volt. Akkor alakultak ki a játékok, és akkor ezeket az embereket kellett szórakoztatni. A játékonak egy jó része ezért okos játék volt. Ahogy a számítógép sokkal inkább mindenki mindennapi élete része lett, ennek egyszerűen föl kellett oldódnia. És manapság a számítógép, és minden más, a játékok és minden egyéb, a tömegeket szolgálja ki. És a tömegek színvonal nem egyezik azzal az elitével, akiről az előbb beszéltem. Egyszerűen erről van szó. A kalandjátékok is ilyenek. Tulajdonképpen a kalandjátékok már nem ebészthetők könnyen abban a formában, ahogyan annak idején mi gondolkodtunk róluk. Ma már 2-3 órás rövid kalandok vannak, ezek legtöbbje egyébként ilyen independent fejlesztés, tehát hogy ilyen kis csomagocska. Viszont arra elegendőek például, hogy egy másfajta világgal, másfajta gondolkodással szembesítsék a játékosokat. És mint mondtam, elképzelhető az, hogy néhány után megnyílik az érdeklődésük mondjuk egy nagyobb, nehezebb kaland felé. Izgalmas egyébként, hogy időként fölkel az internetre, a YouTube-ra Jumurdzsák gyűrűje végjátszás, magyar is, meg amerikai is, meg mit tudom milyen náció. És hát szentségelnek. Mind a magyar, mind a... Sokkal nehezebb, sokkal értetlenebb, sokkal nehezebben követhető, türelmet igényel, minden bajuk van. De valamiért ott maradnak. Végig csinálják. Valami csak behúzza őket. Tehát működik. Ügynök! Mire vár? Cselekedjen! Tudja ezt, kis barátom? Maga. Vigyázzon! És ha már ezeket a végigjátszásokat említed, mit gondolsz róluk? Nem spoilereznek kicsit? Nem veszi el a játéknak az örömét? Ennek kapcsolatban kettős a gondolatom. Egyrészt, dehogy nem, persze, hát az a jó, amikor 93-ban én megvettem a mi első Myst kiadást, akkor a Myst játékhoz még nem volt ilyen hint, pontosan volt egy hintline, betárcsázós, nem is interneten, hanem tehát
tárcsiziket egy hint vonalat Amerikában, ahol mindenféle gombkombinációval a telefonban segített az automata, hogy az hogy haladjunk ott tovább. Na de olyan szint, ezt nem léptük meg. Tehát annyira együtt éltünk a játékkal és a meg nem oldott problémákkal, egy egész este például nem tudtunk előre jutni, hogy másnap ez ugye egy kicsit ilyen steampunk, ilyen réz, meg mindenféle ilyen kütyükkel van ugye teleszólva ez a játék, hogy másnap például a csatornafedeleket néztem valamiféle clue-nak, valami segítségnek az utcán Budapesten, és úgy kellett eloszlatnom ezt a képzelgést. Nem, annyira benne vagyunk. Ha ezt az igényedet gyakorlatilag pillanatokat kielégíted azzal, hogy megnézed, hogy mész tovább, akkor ez nem lesz ilyen mély. Tehát igazság szerint így is lehet, meg úgy is. Ha túl akarsz ez a dolog, megint csak úgy adjuk, hogy van-e nehéz, vagy tehát nincs kedvenc játékod, van a könnyűek között is van. Tehát az élményektől függ ez a dolog. Ha ilyen élményt szeretnék, akkor átszaladok egy játékon, és azt mondom, hogy elakadok, akkor nézzük tovább, mert tulajdonképpen csak valamit gyorsan magamhoz vettem. De ha úgy érzem, hogy ennek van értelme, itt a történet behúz, egy igazán immerzív az egész játék, akkor meg rácsapok a kezemre, hogyha megnyomnám a gombot, hogy keressem én a hint light, vagy bármi más. Köszönöm szépen az interjút.